tényleg forogni is tudott valaha? És itt volt először svéd asztal Magyarországon? És hogy lehet olyan szobákat berendezni, amiknek pizzaszelet formájuk van? Nagyon szívesen hevíteném tovább a szoszmodern retronosztalgiát itt Budán is, de sajnos a háború képében a valóság nagyon durván beköszönt, és az idén 55 éves körszálló, régen egy klasszikus szálló volt, most nem csak vendégmunkások laknak itt, hanem ukrajnai menekültek is. A Szilágyi Erzsébet fasorban vagyunk, szemben a fogaskerekű végállomása, és távolabb a Városmajor. A fasort a történelmi széljárásnak megfelelően hívták már olasz fasornak, de Malinowski fasornak is, és Szilágyi Erzsébet azután lett, hogy állítólag a nagyjából valahol a Szent Ilona remíz magasságában Hunyadi János feleségének volt egy majorsága. A körszálló tehát itt áll, és 1967-ben éppen a szilvesztert ünnepen nyitották meg az év utolsó napján. A budapesti szállodák akkoriban főleg belvárosi patinás épületek voltak, később épült az Interkontinentál és a többiek is. A budai körszálló kétszeresen is szembe ment ezzel a trenddel. Egyrészt egy kényes zöldövezet szélére került, másrészt szokatlanul magasnak számított. De ekkor indult be Magyarországon a szállodaprogram, jöttek a szocialista, főleg csehszlovák és kelet-német turisták, tehát a harmadik ötéves terv ki is tűzte a turizmus fejlesztésének célját. A körszálló hivatalos nevén Hotel Budapest a kor egyik legjelentősebb szocialista presztízsberuházása volt Budapesten. Szrók György építész tervei alapján 1964-ben kezdték el építeni, de a földmunkákat már két évvel korábban el kellett kezdeni, mivel a telek erősen lejtett. Összesen 8000 köbméter földet termeltek ki a csonkakupa lakóalaphoz, majd ez akkor korszerűnek számító csúszózsalus technológiával készült el. Magyarországon először a 20-as években a csepeli kikötőben építettek csúszózsaluzattal, méghozzá gabonasilókat, erre találták ki. És a szocializmusban is főleg silók, tévétornyok, hűtő és víztornyok készültek így. Az ipari formája miatt budai hengerműveknek csúfolták, de dobozos üdítőnek is, esszel idült aztán a hivatalos és nagybetűvel írandó körszállóvá. A tervezett forma megmagyarázza a technológiát is. Először középen a vasbeton lépcsőházi mag készült el, a 30 méter átmérőjű betonhengert szintről szintre húzták fel, az építésén 6 héten át éjjel-nappal összesen 150 munkás dolgozott, napi másfél méterrel emelve meg a vasbeton koszorút. A szocialista építőipar büszkén tekintett később erre a kuriózum számba menő betonmonstrumra, de azért voltak kritikusai is, mivel szembe ment az akkor szokásos szállodaépítési trenddel, egyrészt szokatlanul magas lett, másrészt pedig nem egy álló lepény. A formáját egyébként nagyban meghatározta a rendelkezésre álló szűk hely is, ugyanis a 40-es évekig itt egy Florida kioszk nevű kerthelységes vendéglő működött, és aztán miután ez megsemmisült, néhány évig még egy bolgár kertészet. A világháború végén a fasorban különösen nagy harcok voltak, így nem véletlen, hogy akkor a kioszk is megsemmisült. Eredetileg egyébként a szállodát is Floridának nevezték volna, de a világpolitikai helyzet ezt nyilván nem engedhette. Az épület formáját a tervező később letűzött karóként jellemezte, hiszen figyelnie kellett arra, hogy itt a rózsadomb oldalában úgy simuljon bele a tájba, hogy közben nagy árnyékot se vessen a mögött elterülő telkekre, és ne zárja el teljesen a kilátásukat. A henger alakú forma végül is racionálisnak bizonyult, mert így a belsőt koncentrikus körökre lehetett osztani. Tőlem jobbra a szobák, a trapéz alakú szobák, középen pedig a lépcsőház és lift tömb. Az erkélyek ugyan lemaradtak a szobákról, viszont az ablakok teljes panoráma szélességbe húzódnak végig a felületen. 19 szint, 64 méteres magasság, 280 szoba, 560 férőhelyel. 1967. december 30-án délután a tervezők, az építők, több száz vendég és két miniszter jelenlétében
nagy csindadratával adták át. Később az októberi forradalom tiszteletére rendezett versenyen az év legjobb épülete lett, a tervező Szrok György pedig Ibl-díjat kapott. A körszálló aranykora 70-es, 80-as évekre esett, de nem csak a főváros egyik menő szállodája volt, hanem az egyik menő szórakozó helye is. Kemény valutával, külföldiekkel pezsgett itt az éjszakai élet, és ebben a szállodában volt egyébként először svéd asztal is. Most a legfelső szinten vagyunk, ahol vala a tetőterasz és a tetőbár működött, később ebből Coca-Cola bár is lett, ugyanis állítólag először itt lehetett Coca-Colát kapni Budapesten. 1988-ban itt zajlottak a magyar-szlovák tárgyalások is a bős nagymarosi vízlépcsőről, de lakott vagy mulatott itt Roger Moore az angyal, Heyrichből az író, Thor Heyerdahl a világutazó, és persze Honti Hanna. Ő kétszer is beköltözött, amikor felújították a Mártóhegyi villáját. De az étterem gyakori vendégei voltak Rózsa Dombi, pasaréti hírességek is, Szepes Máriától Makkárajon át Zoránig. A körszálló története 2000 után már nem olyan dicső, de azért 2013-ban itt forgatták a Megdönteni hajnal Tímeát című magyar film bankett jeleneteit is, aztán a Blade Runner-ben városközpont lett. A körszálló már a diákok és vendégmunkások szállója lett, és legújabban ukrajnai háborús menekülteket szállásolnak el itt.